Kedves nézőink, idegenben játszott Tiszavasvári megye első osztályú labdarúgó csapata, tehát ebből egyenesen következik, hogy a mérkőzés után mérkőzés előtt című rovatunkat láthatják. Nagy tisztelettel köszöntöm Gis Gábor edzőt. Hogy érzed magad ezután a kis diszkrét fiaskó után? Nem jól, nem csak a mérkőzés utáni percekben, hanem még a napokban sem vagyok jól. Gondolom most úgy a kedves tévénézőknek eszébe jut, hogy pont egy Mirgai László ellen, aki itt volt edző, ilyenkor kellene a csapatnak összeszedni magát, és ha az utolsó erejükkel is csúszni-mászni a pályán, ehhez mi történt, te ott voltál és láttad? Hát ha nagyon röviden össze szeretném foglalni, akkor a Mirgai edzőnek igaza volt a másfél évvel ezelőtt cikkébe, ami a leköszönő cikkébe, amit írt, teljes mértékben az bebizonyosodott ugye a mérkőzés folyamán, ahol hiányolta a játékosokból a tüzet, hiányolta az akaratot, a hozzáállásbeli problémákat, ez megmutatkozott a mai mérkőzésen, nem a mai, bocsánat, a hétvégi mérkőzésen, tetőző azzal, hogy magunk alá csináltunk, hogy finoman fogalmazzak, tehát már úgy indult a mérkőzés, hogy azt sem tudtuk, hogy ki merre van, hogy vagyunk, mit kéne csinálni, holott ugye ezt megbeszéltük. Második percben ismételten gólt kaptunk, ugye ez már nem az első mérkőzés, hogy nagyon korán hátrányba kerülünk. Utána természetesen gólra gól jött a következő, aztán onnantól kezdve pedig vége volt mindennek. Teljes mértékben megérdemelt a balkáni siker, nem azért, mert most 5-1 lett a vége, de tényleg akarásban, játékban, futómennyiségben, ütközésben, mindenben, passzok számában, labdabirtoklásban, tehát amiben lehet, mindenben fölé kerekedtek, és itt meg kell jegyezni, hogyha a Jakocska Csaba nem véd így ugye a kapusunk, akkor akár, ha nem is két számjegyű, de jóval magabiztosabb lehetett volna még ennél is a balkáni győzelem. Én úgy gondolom, hogy ez nem rajtad múlott, hogy a csapat így ment ki a pályára, hiszen egy edző, sokat beszélgettünk róla, és mondtad, hogy állandóan az a cél, hogy kimenni magabiztossággal, és tényleg a edző utasításokat betartva végigjátszani a mérkőzést, akkor ezek szerint ez nem így történt. Hát ez nagyon nem így történt, mondom, már 1-20-nál azt hiszem már gólt kaptunk, és olyan szituációból, hogy egy kapura lövés követően a Csaba védett, kipattant a labda, és tehát nem értünk oda, a 8 méterről a csatár úgy odaért, hogy mi még talán a 16-os vonalától néztük, hogy mi fog történni. Megbeszéltük, megint nagy bedobás, nagyot dobnak, figyeljünk oda, nehogy kapjunk nagy bedobásból gólt, természetesen, hogy kaptunk nagy bedobásból gólt. El volt mondva ugye, hogy jóformán két meghatározó játékos van a Balkánynak, az Igor Bogdanovics, illetve a Zohár Román. Hát amikor náluk volt a labda, se tudtuk, hogy mit csináljunk. Amikor ők passzoltak egymáshoz kettőt, hármat, már négy emberünket úgy átjátszották, hogy csak forgolódtunk, mire észrevettük, hogy már Jaki szerencsétlen a hálóból veszik ki a labdát. Tehát mondom, totális csőd is, és ez a legrosszabb. Most tényleg ennyivel jobb? Tehát egy Bogdanovics a jobb a balkányi csapat, vagy pontosabban elég egy Bogdanovics, és akkor nem csak mi, hanem a többi csapat is így padlóra kerülhet? Nem, tehát ne általánosítsuk, most erről a balkáni meccsről beszélünk, mert ugye azt is tudni kell, hogy előtte azért már volt 5 győzelmünk, tehát most csak ez a szigorúan erről a balkáni mérkőzésről van szó. Én is ezt mondom, de meg nem csak Vasvári, hanem ugye a többi csapatot is, hogy mindenki úgy áll hozzá, hogy van egy Bogdanovics, elmennek Balkányba, vagy Balkányon egy bárhova, és onnantól kezdett mindenki már megrettenve megy ki a pályára. Hát most nem tudom, hogy megrettenve mi összecsináltuk magunkat, most hogy Bogdanovicstól, vagy nem Bogdanovicstól, azt nem tudom. Igaz, kicsit harciasabb játékmódot választottak azért, mert letámadtak, de erre is felkészültünk, elmondtam mérkőzés előtt, hogy számíthatunk erre, hogy kéne ez ellen védekezni. Ettől függetlenül még nálunk a csapat összesen, ha szerzett a mérkőzésen 5 labdát, náluk a legkevesebb labdaszerző játékos is egyedül vagy 8 labdát tudott megszerezni egy fél idő alatt, és ez jól mutatja az ő hozzáállásukat, meg a miénket. Nem igazán gondolom, hogy itt Bogdanovics személye, persze, rutinos jó játékos, ugye több, több száz NB1-es mérkőzéssel, azért a rutinjával meg tudja oldani. Most ennyit számított, hogy ott volt a pályán. Milyen volt a hangulat az öltözőben? Gondolom, nem úgy mentetek be, hogy a nézését, meg a járását énekeltétek.
Nem, elmondom őszintén, szünetben kb. Másfél percet tartózkodtam az öltözőbe, amíg elmondtam azt a négy cserét, aki ugye már szünetben négyet cseréltem, hogy ki fog lejönni, ki fog bemenni, ki hol fog játszani, és mondtam a srácoknak, hogy hát meccserőt beszélgettünk hát jó fél órát, hogy mit, hogy merre kéne, egész héten ugye minden edzés előtt próbálunk felkészülni az a következő bajnoki mérkőzésre. Mondtam nekik, hogy hát hétig beszéltünk róla, a mérkőzés előtt beszéltünk róla, nem hiszem, hogy tudnék újat mondani ebbe az elkövetkezendő 12 és fél percben, ami még a szünetből hátra van, úgyhogy onnantól kezdve ők megbeszélték a dolgokat, de nem elég áthatóan. Rá lehet sütni azt, hogy Mirgai László, mint itteni egykori edző, ismerte a csapatot, és tudta, hogy milyen taktikával kell az övit kiengedni a pályára? Nem hiszem, nem. Ők mindig ugyanazt játsszák, tehát tudtuk azt is, hogy 4-4-2-es játékrendszerben fognak játszani, le fognak minket támadni, 4-4-2-es játékrendszerben játszottak, letámadtak minket. És nem azért, hogy most ő ismerte volna, mert játszottunk azért, mert mi is többféleképpen ebben ezen a hétmérkőzésen is. Nem, hát most megvertek minket, kész, ennyi, tehát nincs ezen mit ragozni. Ez az első edzés a héten. Biztos lesz mit mondanod, hiszen a hétvégén szombaton mérkőzés van, és ugye tudjuk, hogy nem visszafelé, hanem előrefelé kell nézni. Hogy tudod majd felrázni a csapatot? Hát már gondolkoztam, ugye az eltelt napok erről szóltak csak, ugye a mérkőzésről, illetve annak az utózöngéjéről, mit, hogyan kéne. Hát lesz egy-két tippem, hogy hogyan lehetne felrázva, vagy hogyan kell lesz, vagy lesznek felrázva a srácok. Aztán innentől meglátjuk mindenkinek az egyéni szociális felkészültsége, illetve az akarása az, hogy ő most akkor mit akar, mit nem akar csinálni ebbe a csapatba. Aztán meglátjuk, hogy ki hogy fog hozzáállni a következő mérkőzés. De úgy gondolom, hogy minden vereségből ugye lehet tanulni, vagyis hát azokból a kudarcokból lehet tanulni. Hát most ebből a balkáni mérkőzésből nagyon sokat tudunk tanulni. Jön a szombat, ha jól tudom, Nyírt Gyulai lesz az ellenfél, és őket korábban már többször is sikerült megverni, nevezzük így. Most ezen a mérkőzésen biztos nagyon fontos az, hogy győzelemmel hagyja el a csapat a pályát, hiszen az önbizalom szempontjából nem mindegy, hogy mi lesz a vége. Természetesen, hát ugye itt azért jó, mert már lehet javítani most a következő mérkőzésen, főleg hazai pályán, ugye, ha nem is azt mondom, hogy kötelező, hogy győzelem, vagyis hát elvárják, igen, nagyon nehéz mérkőzés lesz a Nyírt Gyulai, nagyon jól tudjuk, hogy most futsalba is ugye ott vannak az NB1-ben, most a válogatottban is van, bekerült három játékosuk a magyar futsal válogatottban, egyénileg nem rossz játékosok, tehát nagyon jó játékosok alkotják a keretüket, az elmúlt évek tőle eltérően most azért már létszámban is megvannak, mert tavaly előtte volt olyan gond, hogy ugye elfogytak, hogy a két fonton kellett nekik helyt állni, most már azért erre felkészültek, tudják megfelelő minőségű játékosokkal pótolni a kiesetteket, nem úgy kezdték a bajnokságot, ahogy az elvárható volt, vagy lett volna tőlük, vagy szerették volna, de nekünk itt hazai pályán, azon kívül ugye, hogy ki kell javítanunk a múlt heti csorbát, úgy gondolom, hogy mindenféleképpen győzelemre kell játszanunk. Mindenki hadrafogható? Vannak sérültek? Hát a Lakatos Bence, ugye őt megműtötték tavaly decemberben, ő már elkezdte a munkát, tehát 100%-os edzésmunkát végez, persze van lemaradása, rajta kívül most nem volt, tehát mérkőzésen se sérült meg senki, úgyhogy nincsen. Na, nézzünk előre. Én azt mondom, hajrá Fők, hajrá Vasvár, és győzelme hagyjátok el a pályát szombaton. Köszönjük szépen, és remélem, hogy a srácok mindent megtesznek ennek érdekében.